Hát akkor nagyon köszönöm. Hitelkártyát nem fogad el, ugye? Igen, persze, de nagyon megértem. De szörnyen nézel ki. Köszönöm. Acsmányul nézel ki. Várjon egy pillanat. Daniel. Hát nem is Bridget Bardot. Fura, nem szokott két fejed lenni. Ütődött. Milyen állapotban van ez a kégli? Mit műveltél tegnap éjjel? Elnézést, bocsáss meg. Itt a táviratod. Á, Istennek legyen hála. Miről beszélsz? Erről itt. Lennél olyan szíves, és... A legszebb svédnőt elveszem, legyél a tanúm, siess, Brett. Kösz, kérlek. Legyél tanúm? A legszebb svédnőt? Megnősülni? Ezt én küldtem? Múlt éjjel kaptam Helsinkiben, amit tudtam, jöttem. Nem igaz, ez nevetséges, valaki tréfát üz veled. Nem senki. Gondolkodj logikusan, ha én megnősülnék, feladnám a pozíciómat, mint a világ legkitűnőbb pártiát. Jó reggel, drágám! Ó, gyorsan rendelek egy jó erős kávét. Ön bizonyára Danny White? Úgy van. Rengeteget hallottam magáról. Úgy látom, kénytelen leszek bemutatni magamat, a férjem. Egy kicsit fáradt. Lady Sinclair vagyok. Hát persze. Lady Sinclair. Curtis, Stankai István, Roger Moore, Láng József. Minden lében két kanál. Másnap. Christine szerepében Catherine Shell, Igó Éva. Fulton bíró Lawrence Naismith, Versényi László. Írta Walter Black. Rendezte Leslie Norman. Még egyszer nem nősültél meg? Százszor is nem. Tudod, nem tűnt el örökre az életedből, mindössze a fodrászhoz ugrott le. Nos, ő azt hiszi, hogy ő Mrs. Sinclair. Valaki tehát itt nagyon téved. Biztos, hogy Christine az. Legalább a nevét tudom. Persze, hogy tudom a nevét. Pár hónapja ismertem meg a Londonban. Néhányszor elvittem ide-oda. Természetesen, amikor Stockholmba jöttem, felhívtam, és minden este együtt voltunk. Mi volt múlt éjjel? Jól adja meg neki, csak múlt éjjel? Kisebb búcsúpartit adtam. Kiütötted magad, igaz? Nem.
Nem, én jól éreztem magam, nem is ittam keményen. De valahogy útközben, valahol nem tudom, tovább, hogy hol, de filmszakadásom volt, tudod. Nem állítanád le, Daniel? Jól van, jól van, már megpuhult Johanna, hogy kell ezt mondani. Takszamuksi. Takszamuksi, Johanna, ezer takszamuksi. Köszönjük. Köszönjük. Na, öltözz fel, kocogni megyünk. Jó, micsoda, hova kocogunk? Meg most éppen körbe kocogjuk Svédországot. Hát ez mi? Öregem, ha nem tévedek, ez itt egy svéd házasságlevél. Te nem is tudsz svédül. Hát egy svédül is a te neved. Ez az egész egy rémálom. Altatót tettek az italodba? Feltuningolták? Lehetséges. Lehetséges, de kedvelem őt. Miért tennének ilyesmit? Lehet, hogy ez valami összeesküvés, nem tudom. Álházasság? Hogy kiforgassanak a vagyonomból? Ki dőlne be egy ilyen olcsó trükknek? Ha netán kiderül, hogy ez valódi, te bedöltél. Ez lesz az. Jó napot. Szép jó napot. Jó napot. Jó napot. A barátommal egy kutatáson dolgozunk, és szeretnénk önnek feltenni néhány kérdést. Foglaljon helyet. Csak tessék, ha segítek. Igen. Önöknél minden házasságnak van nyoma, amit Stockholmba kötöttek? Természetesen. Utána tudna nézni, hogy az elmúlt 24 órában kötötte házasságot Kristin Hansen és Brett Sinclair. Ó, ez egészen egyszerű. Ó, köszönjük. Megkeresem az aktát. Remek ez. Ez remek lesz, de milyen remek. Öregem, jobb lesz, ha felkészülsz a legrosszabbra. Tegyük fel, hogy tényleg házas vagy. Ugye lehetek a vállóperes tanút. Nem, itt semmi nyoma. Ez biztos, hogy nem történt meg. Tökéletesen. Ó, maga! A világ legboldogabb emberévé tett. Engem is. Majd tudom. Viszlát. Viszlát. Lord Sinclair, milyen öröm, hogy újra látom. Mi már találkoztunk, uram? Ó, hogyne, az esküvőn. Ön persze nem látott másnak a bájos arát. Szerencse, hogy itt találom. Épp most fejeztem be az iratait. Volna szíves iktatni, Liv? Ja, elnézést, ugye nem bánja, ha belepillantok, hát elandalodnék rajta. Teljesen rendben van. Ó, ebben biztos vagyok, egészen biztos. Hé, pajtás, ez a te aláírásod? Igen, nem tudom, lehet, de az. Nős vagy. Önnek semmi oka az aggodalomra. Szavamat adom, hogy az esküvő 100%-ig törvényes. Legyen őszinte hozzám. Úgy látta, hogy az esküvőn normális voltam, józannak tűntem. Jókedvű volt. Mindenki az volt, ahogy egy esküvőn illik. Nem volt részeg. Köszönöm. Kérlek. Daniel. Köszönjük, igazán köszönjük. Kérem. Viszontlátásra. Ja, viszontlátásra. Na, és most mi legyen? Lesz egy kis beszédem a nejemmel. Meg van egy kis beszédem a hölgyel. Hé, elnézést. Láthattam ezt egy percet? Hogyne? Maga egy tündér, köszönöm. Igen, Mr. Anderson? Hívja fel nekem Gunnar Christiansont azonnal. Már is hívom. Guten Tag, Muxi Kuxi. Jó, bele Kuxi. Na jó. Ó, drágám! Már sokkal jobban nézel ki. Tölts nekem egy italt, és mindent elmesélek. Nagyon szorgos kis feleség voltam. Felvettem a repülőjegyeinket, és ma délután 4-re Londonban leszünk. Voltam a lakásomon, elhoztam pár holmit, és neked is becsomagoltam. Ez pedig valami különleges. Ez az én esküvői ajándékom neked.
Rajta, nyisd ki már! Most már abba hagyhatod a játékot. Remek munkát végeztél, úgyhogy legördülhet a függöny. Nem értelek. Ki a szerző, te magad? Fogalmam sincs, miről ugyan beszélsz. Ugyan már, Krisztin! Vége van! Elintézett ügy, szignálva, kézbesítve, iktatva. Törvényesen férj és feleség vagyunk, úgyhogy térjünk a tárgyra. Mennyi? Mi mennyi? Brett, egy szavadat sem értem. Mennyire számítasz, néhány ezresre? Vagy valami más a célod? Biztosan kiszámítottad, mennyit érek, mielőtt belevágtál. Azt mondod, hogy én a pénzedért mentem hozzád? Azt mondom, hogy egy lelkiismeretlen hazug csaló vagy. Tartsd meg! Azt akarod mondani, hogy olyan részeg voltál, hogy nem emlékszel semmire? Ki vezette a kezemet, amikor aláírtam? Te magad? Te kevertél valamit az italomba? Beszélek az ügyvédemmel, hogy sürgősen intézze el a válást. Egy filléretbe se fog kerülni. Mi? Ott. Igen, tak. Tak. A magáé, tak. Sajnálom. Remélem, hogy nem esett bajom. Azt hittem, az egyik tanuló semmi az. Biztos, hogy jól van? Dobjon el még egyszer. Hát, tényleg nagyon sajnálom. Ugyan, egyáltalán. Semmi oka a világon. Semmi oka. Na, a nevem Danny White. Bibi Bergman vagyok, Bibi hello. Bibi Bergman. Jöjjön majd percre. Maga, ott volt tegnap egy esküvőn, ugye? Egy jó barátom volt a vőlegény, Brett és Krisztin. Krisztin esküvőjén, pontosan persze. Azon az esküvőn. Brett történetesen a legjobb barátom. Ez nekem miért jó? Milyen kár, hogy elmulasztotta a mennyegzőt és a partit. Nagyszerűen éreztük magunkat. Valóban, én is nagyon sajnálom, hamarabb megismerhette volna. Maga volt az egyik tanú, ugye? Úgy van. A másik Gunnar Christiansson volt. Ez az ő klubja, tudja? Valóban. Ő a főnököm. Jó, ami azt illeti, éppen hozzájöttem, de természetesen magának sokkal jobban örülök. Gunnar pillanatnyilag nincs. Hát, akkor megvárom. Bibi, jöjjön csak ide, kedves, üljön ide. Le. Na, meséljen nekem az esküvőről. Ó, sajnálom, előbb be kell fejeznem az órát. Rendben. Csak pár perc az egész, aztán ráérek. Megvárom. Ha van kedve, megtanítom, hogyan védje meg magát a lányoktól. Nem akarom megvédeni magam a lányoktól. Átöltözhet az öltözőben. Jól van. Az ügyvédem már is megkezdi a procedúrát. Gondolom, most igazán boldog vagy. Tévedsz. Egyáltalán nem tesz boldoggá. Krisztin, mi pár hónapja ismerjük egymást. Egészen pontosan 9 hete. Tudod, a nők sokkal szentimentálisabbak az ilyesmiben. Fel tudnék sorolni minden vendéglőt, ahol jártunk. Minden lokát. Talán meglep, de én is mindenre emlékszem. Jó volt. Jó volt.
Én meg elrontottam azzal, hogy hozzád mentem. Neked nem feleség kellett, csak egy szám a telefonkönyvben. Valaki, akit felhívhatsz, erre jársz. Ez igaz. De az más volt, nőtlen voltam. Most már nős vagyok. Már nem sokáig. Krisztin, az előbb nem gondoltam komolyan. Minden szót komolyan mondtál. Úgy értem, hogy sajnálom. Senki sem gondolja meg magát ilyen gyorsan. Nem mondom, hogy hirtelen olyan szerelmes vagyok, mint egy tinédzser. De ha tovább jártunk volna, ismerkedtünk volna. Most már túl késő. Létezik egy elavult szó, udvarlás. Azt jelenti ismerkedés a házasság előtt. Legyünk eredetiek, fordítsuk meg a sorrendet. Hadd udvaroljak az esküvő után. Nem. Kérlek, próbálj megbocsájtani. Kérlek. Jól van, én megértelek. De van idő, hogy meggondold magad. Szeretném, ha velem jönnél Londonba. Tüneményes esküvő volt. Pezsgőt ittunk, és én kaptam meg a mennyasszony csokrát. Szerencsét hoz tudja, azt jelenti, hogy én megyek férhez leghamarabb. Nagyon tehetséges. Igen. Szeretek birkózni. Magával. Az esküvői partina. Igen. A barátom Brett. Nem tűnt idegesnek? Nem mi volt kicsit sokat, vagy valami? Nem. Nagyon jól mulatott. Ahogy mindenki. Kiváló. Nem hinném, hogy a klubon bármit is taníthatna egy ilyen mesternek, mint ön, ura. Danny White, Gunnar Christiansen. Gunnar, nagyon örülök. Jó barátja, a Brett Sinclair-nek. Igen. Nagyszerű. Én is ott voltam az esküvőn. Maga volt az egyik tanú. Igen, úgy van, uram. Együtt voltak egész este? Többnyire. Nem tudja, ki kábította el? Direkt kiütött? Igen, direkt kiütött. Sajnálom, de nem értem. Nos... Úgy érti, valaki ártani akart neki? Talán nem akarták bántani, de mióta ismerem, még sosem ütötte ki magát alkohollal. Szerintem túl dramatizálja a helyzetet. Valahányszor egy vérbeli aglegény megnősül, a barátai azt hiszik, hogy aljas trükkel vették rá. Igaza van, csak gondoltam, megkérdezem. Nem maga mixelte meg a lét, igaz? Mr. Wilde, azt hiszem jobb lesz, ha távozik. Nem kedvelem és nem tetszenek a kérdései. De ha tudni akarja, teljesen normális esküvő volt, teljesen hétköznapi. Aki nem emlékszik az esküvőjére, az nem lehet normális. Mondjak valamit? Még találkozunk. Felhívhatom? Na, jó reggelt! Jó reggelt! Brett! Brett! Nem tudja, hol lehet a házi úr? Elment! Elment! Nem tudja, kijelentkezett! Hová? Kijelentkezett! Nem tudja, hova mentek? A repülőgéphez ment el! A repülőtére? Mikor? 15 perce! Nagyon köszönöm, nagyon elment. Köszönöm! Elment! Hello! Nem, ő lordsága nincs itt. Ki beszél, kérem? Ön az amerikai úriember? Itt Anderson. Az anyakönyvi hivatalból. Azt hiszem, tudok valamit, ami érdekelheti önöket. Hé, Brett! Na, csak hogy... Daniel, te is Londonba jössz? Én csak holnap. Figyelj, az a pasos az anyakönyvi hivatalnál felhívott, hogy eladó információja van. Ma este találkozom vele. Nagyszerű. Igen. Sajnálom, hogy faképnél hagytalak, de Fulton vár Londonban. Semmi gond, semmi gond. Krisztint... kértem, hogy jöjjön velem. Ez a te meccsed, öregem. Gondoltam, bármi is folyik itt. Az lesz a legjobb, ha szem előtt van. Hát, ahogy gondolod. Mindegy, úgy tűnik, nem jött el. Viszlát, kölyök. Érezze jól magát, kapitány. Holnap találkozunk. Rendben. Hello, Brett. Mégis velem jössz? Asszonynak az ura mellett a helye. Hm.
Nos, hogy ment? Mint az álom. Felettébb szívfacsaró kibékülés. Elrepültek együtt, mint egy galampár. A kis Krisztin teljesen az ujja köré csavarta. Egyetlen gondunk maradt, az amerikai. Vájd! Nem probléma. Már eldöntöttem, mi legyen vele. Nem hiszem, hogy valaha is megbocsátom, hogy nem hívtak meg az esküvőre, de sok boldogságot kívánok. Köszönöm, bíró úr. Ami az esküvőt illeti, ne nagyon sajnálja, hogy nem volt ott. Brett is lemaradt róla. Ó, igen, egy pillanatig úgy tűnt, hogy bekerülünk a Guinness rekordok közé a legrövidebb házassággal. Úgy gondoltuk, hogy hamarosan egy világra szóló partival pótoljuk. Izgatottan várom. És meg kell mondanom, hogy az adott körülmények között nagyra értékelem, hogy betartotta a randevunkat. Mi más tennénk a nászutunkon? Brett mondta, hogy valami nagyon fontos dologról van szó. Igaz, nagyon rejtélyes vagy, drágám? Nos, biztonsági okokból szükséges egy kis misztifikáció. Brett nagylelkűen megengedte, hogy a háza egy fontos diplomáciai helyszín legyen. Egyre rejtélyesebb. Jut eszembe, Danny nem jön? De, csak előbb ki akar deríteni pár dolgot Stockholmban. Mr. White, biztos voltam. Talán valaki mást várt? Gunnar, mit akar tőlem? Minőségi árut. Ez minden, minőséget a pénzemért. Mindent megtettem, amit kért. Mindent, amiért fizettünk. Nagyon sok pénzt adtunk önnek, Mr. Anderson. És az árban benne volt a hallgatása. Nem beszéltem senkinek, esküszöm. Még az amerikainak sem? Nem. Igaz, itt volt és faggatózott, és ide telefonált ma este, de nem mondtam neki semmit. Erre az életét tenni? Igen. Ez elég rossz vásár. Maga hívta fel Wilde-ot. Nem, ez nem igaz. Van néhány barátunk, Mr. Anderson, akik nyitva tartják a fülüket. Mit akarnak velem tenni? Mi is ezt kérdeztük magunktól. Mr. Wilde hamarosan ideér. Döntenünk kell. Megkérheti olyan... Rendőrség? Gyilkosság történt. Tanácsépület anyakönyvi részleg.
Hello! Kösz, hogy értem jött. Mi történt? Megölték Andersont. Mit? Valaki rám akarta kenni a dolgot, és ez a valaki le is ütött. Ó, Danny! Tudja, hogy ki tette? Igen. Christianson. Úristen, az nem lehet, nem tehette. Az irodája ott van a klub fölött? Igen, de ilyenkor éjjelő biztosan nincs ott. Remélem, és szeretnék körülnézni egy kicsit oda vinne. Magával megyek. Nem, csak vigyen oda, és később találkozunk, oké? De nálam vannak az iroda kulcsai. Tudom, hogy hol van a riasztó. És én lehetnék a szemőr. Van egy ötletem, tudja, mit jöjjön velem? Lehetne a szemőr. Az összem. Szemőr. Van jó pár dolog, ami jóval izgalmas. Jó, csináljuk azt. De nem, most ne, csak figyelj az ajtót, őrizze a szemem, menjen. Oké. Okay. Jön valaki. Igyekezzen. Jöjjön már. Menjünk. Bújjon el. Mindent előkészített, amire szükségem lesz? A mi szakmánkban mindig elkél egy-két igazi profi. Ez megnyugtató. Itt megtalál mindent, ami kell. Útlevelet, iratokat, menetrendet. A felét most, a többit, amikor elvégezte a munkát. Megbízhat bennem. Ahogy mondta, én profi vagyok. Senkiben sem bízom. Hova megy? Csss, maradjon! Ez minden? Még bőven maradt ideje. Nem iszik valamit? Ostoba kérdés. Sosem iszom 24 órával a meló előtt. Ahogy gondolja. Én viszont iszom. A sikerre. Igaz is, ki lesz a pilótám? Sam, kitűnő pilóta. Egy zsebkendőre is leteszi a gépet. A lényeg, hogy fel tudja vinni onnan. Az nem lehet gond. A leszállóhely régóta elhagyatott, de még mindig jó állapotban van. Elnézést kérek, két illető keresi önt, uram, erre. Fiúk, én nem szeretek verekedni, mindenki nyugodjon meg, relaxáljunk. Nem szívesen verekszem, mert ha mégis abból mindig van... Milyen mondtam? Biztosan kihallgatott bennünket? Uraim, én süket vagyok akár ad. Pofa be! Meg kellett volna öljünk Andersonnal együtt. Nem baj, ezen még segíthetünk. Ne aggódjon, holnap reggel elszállítatom vidékre, ahol majd egyszerűen felszívódik. Maga meginduljon.
vigyék az alaksorba. A kabátját. Oké, csak finoman. A kabátom. Nagyon köszönöm. Viszlát, minden jót. Rendőrség, segítsenek, kérem! Megpróbálkozol a judóval ez ellen? Állj fel! Szórakoztathatod Wilde-ot. Silman, örülök, hogy látom. Üdv, Fulton. Jöjjön. Lord Sinclair, engedje meg, hogy bemutassam Lars Silman. Üdvözlöm, uram. Régóta csodálom az ENSZ-ben végzett munkáját. Köszönöm. Hálás vagyok, hogy Fulton és a magam rendelkezésére bocsátotta az otthonát. Békés tárgyalást kívánok önöknek. Köszönöm. Köszönöm. Kellemes útja volt? Feletté. Drágám, a feleségem Kristin, Mr. Lars Silman. Lady Sinclair, micsoda öröm. A szobáink szomszédosak, Silman. Nagyszer. Magával tartsak, míg elhelyezkedik. Természetesen. Ha végeztek, csatlakozzanak hozzánk. Köszönöm. Feltétlenül. Tehát ezért volt a nagy rejtélyeskedés. A világ úgy tudja, New Yorkban tartózkodik. Az itteni tárgyalásai szigorúan bizalmas természetűek. A részletekben nem avattak be, de a megegyezés utat nyithat a keleti konfliktus megoldásához. És itt tartják a tárgyalásokat? Nem, Checkversben. A miniszterelnök birtokán nem messze innen. Lenyűgöző. De kissé ijesztő. Ó, miért? Ilyen fontos embereket vendégül látni. Csodás háziasszony leszel. Azt hiszem, ez bók volt, nem de? Az első, amióta házasok vagyunk. Most mihez kezdünk, Danny? Kitalálunk valamit. Én találok ki valamit. Mit gondol, mit akarnak tenni? Mi hűteni nem akarnak. Ért valamit a bojlerekhez, kis szemőröm. Hát persze. Vizet forralnak, gőzölögnek, szörcsögnek, és néha felrobbannak. Ugye nem akarja felrobbantani? Úgy nézek ki, mint egy kamikáze mosodás? Hajszálra. Támadt egy ötletem. Én nem, köszönöm. Bíró úr? Ó, köszönöm, Brett. Elnézést, asszony. Mondják. Bocsássanak meg, elnézést. Ó, igen. Asszonyom. Egész éjjel egyhuzamban beszélgetnek? Ó, mindjárt befejezzük, de még tisztáznunk kell néhány idevágó nemzetközi jogi kérdést. Tökéletesen, felkészülten akarok megjelenni a holnapi tárgyalásokon. Elnézést. Brett! Drágám, csodálatos meglepetésem van. Itt a testvérem. Bemutatom neked a bátyámat. Szemőr, hozzon csöveket! Oké, álljon az ajtóhoz, legyen szíves. Jó. Kukulcsi. Nagyszerű. Jó. Hé, hüvelyk, Matyi! Mi az? De mondja meg Krisztiánzonnak, hogy jöjjön le, alkut ajánlok. Nincs is mit felajánlania. Csak szaladjon és mondja meg neki maga meleg disznósait maga. Tömje be azt a csövet valami rongyal, ügyesen meg kell növelnünk a nyomást.
Pam, 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 pam. Már növekszik? Nagyszerű. Jöjjön el onnan. Úristen, már 180 fok! Na igen, egyenesben vagyunk. Na lássuk csak. A nyomás gyönyörűen emelkedik. Menjen az ajtóhoz és szóljon, ha jön. Most jönnek. Beszélni akart velem? Hall engem, Wild! Wild! Nyissa ki. Ó, oh, Mr. Christianson. Nos? Jöjjön! Futás! Kitűnő az idő, legjobb lesz, ha gyalog megyünk. Egyetem. Mr. Seaman, nem bánja, ha sétálunk egyet? Nem, legalább kiszellőzik a fejünk. Azt hiszem, mindent tisztáztunk. Tehát mit mondott? Seaman 3-kor indul a konferenciára. Helyes, helyes. Addig még rengeteg időnk van. Nem szeretek kapkodni. Van még valami, amiről tudnom kellene? Nincs. Csak engem figyeljen. Gyerekjáték lesz Seamant a gépre rakni. Remélem. Sikerült autót bérelnem. Délre itt áll majd a kapu előtt. Tudja maga, végig nagyszerűen viselkedett. Gondoskodom róla, hogy az illetékesek is megtudják. Az nem fontos. Hogy nem fontos? A maga politikai ambícióival? Engem csak az érdekel, hogy magas rangú túszt ejtünk. Ha Seaman a kezünkben van, hihetetlenül megnő a szavunk. Nos, csak gratulálhatok önnek. Mindez nem lett volna lehetséges anélkül, amit ön tett. Tisztában vagyok vele, mit tettem. Longmorton ház. Honnan hív? Aha, Stockholm. Igen, várok. Hello. Nem, Lord Sinclair e pillanatban nem elérhető. El kell juttasson egy üzenetet Lord Sinclairnek. Élet-halál kérdése. Mondja meg neki, hogy Danny elindult, és pár órán belül odaér. Igen, értem. Értem, kérem. Mondja meg neki, hogy valami történni fog. Nem tudjuk mi. Krisztinnel és egy jó nevű férfival kapcsolatos. Nyomban figyelmeztesse Lord Sinclairt. Megkeresem és informálom. Bízza csak rá. Mondja, milyenek a megegyezés kilátásai? Kitűnőek. Őszintén hiszem, hogy elérhetünk valamit. Őszintén. Segítség! Ezt kellett tenni. Segítsen végül! Mi a baj, Krisztin? Semmi. Fáradt vagyok. Miért nem mondod el? Ugyan mit?
Valami nyomja a szíved, amióta megérkeztünk. Nem akartalak erőltetni, mert reméltem, hogy előbb-utóbb a bizalmadba fogadsz. Ugye van valami? Nem mondhatom el. Nem lehet. Brett, kérlek. Mire véljem ezt? Könnyeket látok? Már is gyötri a hitvesét? Gyötörlek? Nők, sosem értettem őket. Nem akar, hogy vallatóra fogjam? Nem. Neki kell eldöntenie, hogy el akarja-e mondani nekem. Igaz, és biztos vagyok benne, hogy helyesen dönt. Menjen Szilmenért. Tehát ön szerint ez így korrekt? Biztos lehet benne. Jó. Mr. Szilmen, elnézést, hogy megzavartam önöket. Brett tudni szeretné, hogy volna-e néhány perce a számára a könyvtár. Természetesen. Elnézést. Addig én átfutok ezeken. Jó, köszönöm. Lady Sinclair végtelenül kedves a férjétől, hogy segít neki. Tudja, én mindig is... Menjen az ajtóhoz! Na lám, csak nem egy kis sétára. Egy pisszenés se, akkor nem bántom. Miért, Krisztin? Elég sokat fáradoztál, hogy eljázd a testvér szerepét. Szilmen közelébe kellett férkőzni. Mit akarnak tőlem? Magától semmit. A megbízóim előnyös pozícióból akarnak tárgyalni a keleti békekonferencián, beleértve a politikai foglyok szabadon bocsájtását. Maga lesz a csere alap. A falhoz. Krisztin! Hová hurcolnak? Szilmen! Szilmen! Mi történt? Mondja, mi történt? Elrabolták Szilment. Hogy érzi magát? Krisztin. Krisztin. Krisztin és Jon. Fel tud állni? Na, jöjjön. Mi történt vele? Fejbe vágták. Figyelj, Krisztin és Jon, valamit mondanom kell. Elrabolták Szilment. Ez mikor történt? Úgy 5-10 perce. Most mit tegyünk? Azt sem tudjuk, hová mentek. Szó volt valami elhagyott reptérről, nem tudod, hol lehet? Axfield. Ott van a leszállópálya. Milyen messze van? Úgy 5 mérföldnyire. Sosem érik utolunket. Már! Rendelje oda a rendőrséget. Viszlát! Kapcsold be az övet, rázós repülés lesz! Inkább a rádiót kapcsolnám be. Ez nem a Párizs-Dakar rally. Higgadjon le! Túl akarok esni rajta. Így az életben nem kapjuk el őket. Az úton biztos nem, Daniel. Jó, hát akkor a simábbi utat választjuk, jó? Thank you.
hallják ezt a dombocskát? Vesztőhely, miért? Jó, hogy megkérdeztem, soha többé nem randevúzok itt. Mond, van ebben motor? Nem, ez magától megy, Daniel. Ha akarod, hogy kinyissam a kaput? Ha? Nem akart, hogy kinyissam. A francba! Majd visszafelé elkapjuk, ne szomorkodj! Szállj le rólam! Útjaitok vannak? Aha! Beszállási engedélyed van? Jól van, most vágj elébük! Ezeket a western filmekből veszel? Vágj elébük! Vágj elébük! Megpróbálom! Na! Remek! Van ezen magassági kormány? Van biztosításunk, Daniel. Ja. És ha van képe belénk jönni, ő lesz a hibás. Aha. Kocsihoz! Nincs benne a kulcs. A kulcsokat? A kulcsokat. És ha nem adom? Brett, kérlek, add a kulcsokat. Jön, nem tréfál. Tényleg megöl. Megható az aggodalmad, asszony. Nem vagyok a feleséged. Nem volt esküvő, az iratok hamisak. Ó. Kérlek. Sajnálom, Krisztin. Nem engedlek el. Hadd ízettem. Maradjon nyugodtan. Nem illik így bánni egy lédi. Lédi? Még csak nem is a nejem. Nem gondolja, hogy épp ideje elindulnom? Oh, hogy ne igazolva. Köszönet a segítségért. És vigyázzon, hogy hova tér be. Köszönöm, uram. Viszlát, Mr. Silman. Viszlát, bíró. Semmi sem ér fel egy nyugalmas viszlát, de igen. És vigyázzon magát. Viszlát. Sajnálom, Krisztin. Hiszed vagy nem? Jó érzés, hogy Lady Sinclair voltam, amíg lehettem. Hiszed, vagy nem, én is élveztem. Most? Mit tervezel, hová mész? Hát gondoltam, visszamegyünk a városba, és felbontunk egy-két üveg pezsgőt. Megártott az agyvelődnek az érzelmi válság. Eldobtad a kulcsot, nem emlékszel? Ó! Jól van, hozom már, hozom is. Daniel! Na? Azok a lakáskulcsaim voltak.
További magyar hangok: Kamarás Iván, Hámori Eszter, Vitai András, Szokolai Ottó, Tóth Augusta. Magyar szöveg Versényi Ági. Rendezőasszisztens Zöld Zsófia. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Tamás Edit. Szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot a Szinkronművész csoport készítette. Produkciós vezető Legény Judit.